Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. Három napon keresztül számos szórakozási lehetőséggel várják az érdeklődőket. Gyerekeknek fejlesztettek. A Magyar Falu programnak köszönhetően újították fel az Őcsényi óvodát. Múzeumi világnap Szekszárdon. Az intézmény névadójára emlékeztek a Tónavár megyei székhelyen. Gasztrosátor, borudvar, kézműves, kulturális és hagyományőrző programok ilyen és ehhez hasonló szórakozási lehetőségekkel várják a Szekszárdra látogatókat, ugyanis május 27-e és 29-e között rendezik meg a már tradíciónak számító Pünkösdi Fesztivált a Tolnavár megye székhelyen. Idén már május 1-én elkezdődtek a szabadtéri programok Szekszárdon, de rohamosan közeledik a város egyik legnagyobb közösségi eseményének, a Pünkösdi Fesztiválnak az időpontja is, amely több évtizedes hagyományra tekint vissza a Tolnai Vármegye székhelyen. Ezen a három napon, május 27-e és 29-e között megtelik újra élettel a Béla Király tér, nagy színpad koncertekkel, kiváló helyi vendéglátók által készített finomságok, a Pünkösdi Fesztivál idejére időzített nagyon finom falatok, több szekszárdi pincészet, sörkínálat, csülök, és hát nagyon-nagyon sok kulturális program kíséri majd az eseményeket. Újdonság, hogy ezúttal a szekszárdi piactér is rendezvény helyszínként fog szolgálni, itt diszkóval várják majd a fiatalokat. A Pünkösdi hétvége egyúttal a gyereknappal is egybeesik, így a szervezők elsősorban a Béla Király téren készülnek a gyerekeknek, családoknak, például bábszínházzal. Továbbá a korábbi évekhez hasonlóan a Prométheus Parkban és a Szent István téren vidám park, kirakodóvásár és kézműves udvar várja az érdeklődőket. A város életében egyébként rendkívül fontosak az ilyen és ehhez hasonló rendezvények, mondja az alpolgármester. A Szekszárd megyei város közgyűlése a városi nagy rendezvényekre 50 millió forintot szavazott meg. Itt a két nagy rendezvény, a Pünkösdi Fesztivál és majd a Szüreti Fesztivál. Ez egy biztonságot, lehetőséget adott a Babits Mihály Művelődési Háznak, és hát azt szeretnénk jelezni, és azt szerettük volna mutatni, jelezni a támogatóinknak, szponzorainknak, hogy a város is a maximális lehetőségével beláll a dolgokba, és tisztelettel kérünk szépen mindenkit, akinek lehetősége van, támogassa a rendezvényeket. A szekszárdi Pünkösdi Fesztivál természetesen idén is kedvez a gasztronómia, illetve a borok szerelmeseinek. Őket a Béla Király térre várják majd a szervezők, egyebek mellett szarvasburgerrel vagy éppen rántott malacfüllel. És a hagyományokhoz híven a sztár fellépők sem maradhattak ki. Május 27-én szombaton az Omega, 28-án vasárnap Demjén Ferenc, 29-én hétfőn pedig Paulina ábráztatja el a közönséget. Peronoszpóra járvány alakulhat ki idén a szőlészetekben, Tolnavár megyében. Ez pedig komoly károkat okozna az ágazatnak. Az elmúlt napokban ugyanis 100 mm-nyi csapadék hullott le, ami miatt egyrészt nem lehetett permetezni, másrészt a nedves, párás klíma kedvez a gomba terjedésének. A fertőzés már most is jelen van a Szekszárd környéki területeken. Tömeges terjedésről azonban még nem beszélhetünk. Szakértők szerint ezért rendkívül fontos, hogy a hétvégi jó időt kihasználva minél előbb kezdjenek el permetezni a termelők. Átadta a jövő évi költségvetés tervezetet a pénzügyminisztérium a költségvetési tanácsnak pénteken. Az erről szóló közleményben azt írják, a kormány célja a kedvezőtlen körülmények ellenére is világos. A fegyelmezett gazdálkodással jövőre visszatérhetünk a magasabb ütemű 4% körüli növekedési pályára, míg az inflációt 6%-ra szorítjuk, írták. A kormány jövőre is megőrzi a rezsicsökkentést az átlagfogyasztás mértékéig, amit a költségvetésben felállított rezsivédelmi alap garantál. A kormány a nyugdíjak védelméhez szükséges forrásokat megnöveli, és jövőre is biztosítja a nyugdíjak értékállóságát. A nyugdíjasok 2024. februárjában is számíthatnak a 13. havi nyugdíjra. Az Európában egyedülállóan széles családtámogatási rendszert 2024-ben is fenntartjuk. Adókedvezményekkel és célzott programokkal továbbra is támogatjuk a gyermeket nevelő családokat, miközben megőrizzük a magas foglalkoztatottságot, közölték.
Kiemelt figyelmet fordít idén az útmenti területek kaszálására a Magyar Közút. A cég országosan csaknem 31 ezer kilométernyi útüzemeltetési feladatait látja el. A burkolaton végzett fenntartási munkákon kívül fontos feladata a cégnek az útmenti területek karbantartása is. Ez hatalmas feladat, hiszen összesen mintegy 200 millió négyzetméternyi zöld felületet kell gondoznia. Idén kiemelt figyelmet fordítanak erre a területre is a szakemberek, így az autósok az országos hálózaton rendszeresen találkozhatnak majd kaszálási munkát végző gépekkel, szakemberekkel, ezért a közútkezelő a sofőröktől figyelmet és megértést kér. A múlt héten 312 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta több mint 2.200.000-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, közölte a koronavírus sajtóközpont. Hozzátették, hogy az előző héten elhunyt 6 többségében idős krónikus beteg, így már csaknem 48.900-an hunytak el a betegségben. Közölték azt is, hogy a gyógyultak száma folyamatosan nő, és az aktív fertőzöttek száma pedig 2.861-re csökkent. Jelenleg 185 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük ketten vannak lélegeztetőgépen, áll a közleményben. Több mint 60 kisgyermek javát szolgálják azok a fejlesztések, amelyek most fejeződtek be az Őcsényi óvodában. Az intézményt a Magyar Falu Program keretében korszerűsítették. Szégyenlősek voltak az őcsényi óvodások, amikor meglátták a kamerát, pedig nincs okuk panaszra, az intézményüket ugyanis most újították fel a Magyar Falu Programnak köszönhetően. A több mint 40 millió forintos beruházás során korszerűsítették a fűtési rendszert és a tornaszobát, a bejáratnál építettek egy előtetőt, a parkolót bővítették és a kerítést is újra cserélték. Másik szemedet csinálhat, azaz! Az átadón Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a hozzátartozó 14 faluból tavaly valamennyiben fejlesztettek a Magyar Falu pályázatainak köszönhetően. A 14 településen 2022-ben 44 projekt valósult meg a Magyar Falu programnak köszönhetően, több mint 550 millió forint értékben. Ugye most Őcsényben vagyunk, az itteni óvoda korszerűsítése, illetve felújítása kapcsán. Itt erre a programra mintegy 33 millió forintot nyert el az önkormányzat az óvoda energetikai korszerűsítésére, valamint az óvodához köthető alapítvány még további 6 millió forintot nyert el. Összességében a beruházás értéke önkormányzati önerővel együtt mintegy 45 millió forintba valósult meg. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy a program 2018-as indulása óta országosan már több mint 1000 milliárd forintot költöttek el fejlesztésre a kis települések. Ez pedig a demográfiai adatokon is meglátszik, hiszen például Őcsény esetében nemhogy fogyna, de nő is a lakosság szám. 2900 olyan kis település van Magyarországon, amely érintett a Magyar Falu programban, 5000 lélekszám alatti település, és ezen településeknek a döntő része, körülbelül 2500 olyan település van, amelynek a népesség száma az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, nagyobb arányban csökkent egyébként, mint az országos átlag. És a program egyik legfontosabb eredménye, hogy ezen települések közel, vagy akár már lassan több mint felénél megállt ez a tendencia, és most már nem csökken, hanem növekszik a népesség szám körülbelül 1200-1300 településen. További eredmény, hogy azon településeknél, ahol még ugyan csökken a népesség szám, de ott is lassult a csökkenésnek az üteme. És jó eséllyel ehhez közel van a Magyar Falu programnak, leginkább a falusi csoknak, a Magyar Falu program otthonteremtési lábának. Fülöp János, a település polgármestere azt mondta, a községben mostanra több mint 2400-an laknak, és alig van eladó ingatlan. A terveik között szerepel egyébként, hogy 3 útszakaszt még az idén felújítanak, ezzel pedig a teljes hálózat rekonstrukciója megvalósulna. Bankbiztonsági szakemberként vagy banki alkalmazottként bemutatkozó bűnözők online vásárláshoz szükséges adatok megszerzésével próbálkozhatnak, közölte a legnagyobb hazai bank pénteken. A hitelintézet tapasztalatai szerint az utóbbi időben egyre többször fordul elő, hogy az ügyfeleket hamis honlapokra irányítják. Online eszközeikre távoli elérésbiztosító programokat telepítenek.
Leggyakrabban jogosulatlan tranzakciókra, feltörési kísérletekre hivatkozva kérnek tőlük érzékeny adatokat, és minél gyorsabban, hogy ne legyen idejük utána nézni a kérésnek. Általában telefonon jelentkeznek, akár több órán keresztül szóval tartják az áldozataikat, írták. A katona legfontosabb kötelessége 2023-ban is Magyarország szolgálata, az ország függetlenségének védelme, biztos talajon az alaptörvény és a jogállam talaján állva, hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken. Varga Tamás kiemelte, hogy a katonaeskü olyan sarokpontokat tartalmaz, amelyek nélkül nem hadsereg egy hadsereg. Mindenekelőtt hűség a hazához, engedelmesség az elöljárónak, méltányos magatartása a beosztottakkal szemben és a katonai kötelesség teljesítése az ellenséggel szemben, akár az eskütevők élete árán is, fogalmazott. Az államtitkár szerint a történelem megtanította a magyarokat arra, hogy egy pont után csak magunkra számíthatunk. Ezért a saját önálló minden szempontból erős honvédség a legfontosabb garancia a nemzet túlélésére és érdekeinek érvényesítésére, tette hozzá. A Múzeumok Világnapja alkalmából emléknapot tartottak csütörtökön délután Szekszárdon. Megemlékeztek a múzeum névadójáról, koszorúztak, illetve díjakat is adtak át. Vosinszki emléknapon és koszorúzáson vehettek részt azok, akik ellátogattak csütörtökön a Szekszárdi Múzeumba. A Múzeum Barátiskola és Ovoda díjait is kiosztották. Ezt az elismerést azok az intézmények kapják, amik különös figyelmet fordítanak rá, hogy a gyermekekkel megismertessék a múzeum, illetve ezen keresztül a kultúra fontosságát. De hagyomány az is, hogy ilyenkor az intézmény dolgozóinak is díjakat adnak át. Hát a Vosinszki emléknap a Vosinszki-Mór megyei múzeum egyik ünnepnapja, nem csak azért, mert május 18-án a múzeumi világnapot ünnepeljük, és ilyenkor azért a közfigyelem sokkal jobban a múzeumokra irányul, legalábbis ezt próbálja ez a nap meghonosítani, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon, hanem a mi esetünkben különösen az, mert 1989. május 18-án ennek a napnak a keretében vette fel az intézményünk a Vosinszki-Mór alapító igazgatónknak a nevét. Az igazgató beszélt többek közt a múzeum munkájának sokrétűségéről is. Kevesen tudják például, hogy az intézményben dolgozó szakemberek tevékenységük során többek közt kutatásokat, restaurációt is végeznek, valamint rendszeresen publikálnak szakmai kiadványokban. A kiállításon keresztül ítélik meg a múzeumnak a munkáját, de azért aki kicsit jobban ismeri, azt tudja, hogy azért a múzeumnak van három alapfő feladata, hogy gyűjt, megőriz, bemutat. Tehát mi Tolna vármegye területére vonatkozólag pont az alapítástól, tehát 1895-től fogva folyamatosan gyűjtjük a különböző gyűjteményeinkben, régészet, néprajz, művészettörténet, stb. Ezekbe a tárgykörökbe tartozó tárgyi és szellemi anyagokat. A régész múzeum alapító igazgató munkásságának állít emléket a múzeum előtt elhelyezett bronzmászobor, ami előtt a rendezvény zárásaként koszorúkat helyeztek el. Regionális híreink következnek. Népszerű az új díjtermék. Sokan váltották meg ország, illetve vármegye bérletüket. Szülőgyermek kapcsolat, rémálmok, félelmek. Esti mese a Bóvita Bábszínházban. Új jövevény a Mancs Vencsen. A többi állattal is összebarátkozott már az egyhetes póni. Meghaladta 300 ezret az eladatott vármegye és országbérletek száma. Az új díjtermékek annyira népszerűvé váltak, hogy a hóelei vásárlások javában felülmúlták a korábbi hónapok bérletértékesítési számait. Megkérdeztük a pécsieket, mi a véleményük az újításról. Már több mint 300 ezren vásároltak vármegye és országbérletet hazánkban, tudatta a MÁV Volán csoport. Mint írták, Budapest főpálya udvarai mellett a nagyvárosok közül többek között Pécsen vették a legtöbb ilyen új díjterméket, a pénztári és az automatás jegyváltások adatai szerint. Összesen csaknem 304 ezer újfajta bérlet kelt el, ebből mintegy 220 ezer vármegye bérlet volt. Az eddigi számok alapján a mindössze 1890 forintba kerülő kedvezményes országbérlet a legnépszerűbb termék, amiből 68 ezer darabot adtak el. Megkérdeztük a pécsieket, használják-e az új bérleteket. Sokkal jobb, mert nem csak egy útvonalra szól, mint az eddigi diákbérletek, meg az összes bérlet, hanem így megyékre és országra bontva. Lényegesen olcsóbb is, és sokkal könnyebben lehet vele A-ból B-be eljutni. Jó, Volán és Mávra egyaránt. Én jó ötletnek tartom ezt a vármegye és országos bérletet,
hiszen 1890 forintért bárhová el tudok utazni. Én ugye nem pécsi vagyok, ezért ingázni is szoktam egy másik megyéből, illetve mostanában több helyre is megyek, és így az országszerte sokkal könnyebben eljutok bárhova. Sokkal olcsóbban. Mostanában nem nagyon használom, de szerintem majd a nyári szünet alatt, mikor megyek barátokhoz, meg így fesztiválokra, bulikra, akkor szerintem venni fogok egyet. A vásárlók 16%-a döntött úgy, hogy a legkényelmesebb módon néhány kattintással veszi meg az újfajta bérletet. A MÁV applikáció segítségével már több mint 45 ezret adott el a közlekedési társaság. A MÁV Volán csoport beszámolója szerint a hó elejé jellemzően 1-től 8-áig tartó intenzívebb vásárlási időszak adatai alapján májusban mintegy 70 ezer eladott bérlettel felülmúlják az értékesítési adatok, az idei első 4 hónap MÁV Start, Volán Busz és Gyesev bérleteladások havi átlagát. Kitértek arra is, hogy a teljes áru 30 napos vármegye bérletek 9450, az ország bérletek pedig 18900 forintba kerülnek. Hozzátették, a nappali és esti tagozatos tanulók, a 6 év feletti óvodások, valamint a fogyatékkal élők 90%-os kedvezménnyel 945, illetve 1890 forintért jutnak hozzá ezekhez a termékekhez. Esti mese. Ezt a címet viseli az az előadás, amelyet a Bóbi Tabáb Színházban láthat a közönség. A darab egyebek mellett a szülő és gyermek kapcsolatát mutatja be, és azt, hogy az éjszaka sötétjében nincs félnivaló. Mit szólsz, ha felfedezzük együtt a sötétet? Kortárs költők gyermekversei prózában és dalban, életre kelő tárgyak, izgalmas apa-lánya kaland. Így jellemezhető az Esti mese című előadás. Az 5 éven felülieknek szóló bábmesét most óvodások követhették figyelemmel a pécsi Bóbita Báb Színházban. A történet szerint egy családban, ahol az édesanya légi kísérő, egy este nem ért haza a munkából, így a kislány Bóbita édesapjával marad otthon. Az éjszaka sötétje viszont megijeszti a lányt, amit különbözőképpen jelenít meg a színpadon. Amiket jelképeztek, rémálmokat és félelmeket, és miket használtunk, nagyon sokat használtunk tárgyanimációt, illetve használtunk óriásbábot, amikor a tacskó, a Géza kutya megnőjen hatalmasra, az például szerintem óriásbábnak minősíthető, de használtunk lámpákat, amiket meganimálva egy Baltazár nevű trollt jelenítettünk, meg ruhákat, amikkel a híres háttekit adtuk elő. Úgyhogy ilyeneket. Mag Eszter, aki Bóbitát játssza a darabban, azt mondja, számára azt is jelképezi ez a történet, hogy a szülőknek nem kell megijedniük, ha gyermekük jobban kötődik például az anyukához, de az apukával kell időt töltenie. Emellett, ami a gyerekközönség számára is egyértelmű, a mese üzenete az is, hogy nincs félnivaló a sötétben. Nagyon igyekeztünk, hogy ez az előadás amennyire megjeleníti a félelmeket, ne csak félelmetes legyen, de hogy vicces is ugyanakkor, például a hátteki ilyen furcsa ruhák, hatalmas szemekkel. Persze a nem túl erős megvilágítás miatt egy kicsit ijesztő, de közben meg, hogyha meglátjuk az egészet, akkor látjuk, hogy van rajta egy hatalmas masni, és hogy azért annyira nem para. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez átjön nekik, meg amúgy az a tapasztalat, hogy egy pár kivétellel amúgy nem szoktak félni a gyerekek, és nagyon sokat kacagnak, úgyhogy én azt érzem a visszajelzésekből, hogy ez átjön nekik. Az Esti mese című előadást egyébként láthatja még a közönség. A Zsolnai Piknik keretében a hétvégén is bemutatják a darabot a teátrumban. A feje alatt várna felhő, mikor fényül, árnya megnő, árnya megnő. Kis póni született egy hete Pécsett. A Mancsrencsen a korábban műtött mimóza hozta világra kicsinyét, egy egészséges, életvidám kis csikót. A többi állattal is összebarátkozott már az új jövevény. Május 12-én jött világra a pécsi Mancsrencsen egy póni. A kis csikó édesanyját előző gazdája életveszélyes állapotban adta át, és a műtétre gyűjtést is indítottak. A sikeres beavatkozásnak hála most egy kis csikónak adhatott életet. A mimóza úgy került hozzánk, hogy az előző gazdája sajnos súlyosan bántalmazta őt. Olyan szinten megverte a fejét, hogy szilánkosan szét volt szakadva a koponyája, egybe volt szakadva az arcüreg, a koponyaüreg és a szájüreg, és erre kellett gyűjtenünk, hogy életmentő műtétet hajtsanak valahogy rajta végre. Ugye ezeket a műtéteket, ezt a műtétsorozatot Kaposváron a Pannonológiai Klinikán Hevesi Ákos doktor úr csinálta meg Mimózának, és amit látjátok, annyira jó sikerült, hogy idén egy csodaszép
kis leánynak, egy kis csikónak adott életet, Lígiának. A műtét több millió forintba került, így gyűjtést indítottak. A nehéz kezdés ellenére a médiának köszönhetően megvalósulhatott az operáció. Először mi megpróbáltuk önerőből a gyűjtést megkezdeni. Ugye azt mondta a doktor úr, hogy amíg nincs legalább 900 ezer forint a számlánkon, addig neki is áll ennek a műtét sorozatnak, ugye ez több millió forintba került ugye a végösszeg. És hát ugye az rengeteg pénz, tehát az nagyon nehezen lehetett volna összeszedni. Először próbálkoztam én egy adománygyűjtő poszttal. Az első három hónapban összejött körülbelül hát ilyen 150-160 ezer forint, ami rengeteg pénz természetesen, de nagyon kevés volt ahhoz, hogy a lovat mimikét meg tudják műteni. És eléggé kétségbe voltunk esve, hogy most mi lesz, mert úgy ketyegett az idő, neki azért túl sok ideje nem volt ahhoz, hogy élhessen. Mimóza a műtétnek hála most egy egyhetes, életvidám, energikus pónit nevelhet a mini vadasparkban. A többi állattal is összebarátkozott már az új jövevény. Regionális híreink következnek. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. Három napon keresztül számos szórakozási lehetőséggel várják az érdeklődőket. Gyerekeknek fejlesztettek, a Magyar Falu Programnak köszönhetően újították fel az Őcsényi óvodát. Múzeumi világnap Szekszárdon, az intézmény névadójára emlékeztek a Tolnavár megyei székhelyen. Szombaton már országszerte napos, füllett, kellemes hőmérsékletű koranyári időre számíthatunk. Nyugaton zavarhatják gyakrabban felhősödések a napsütést. Vasárnaptól keddig füllett, meleg, alapvetően napos, gomoly felhős időre van kilátás, főként délutánonként szórványos záporokkal, zivatarokkal. Nem lesz mindenhol csapadék. Országszerte 25 fok körül alakulnak a maximumok. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!